1849 ősze járt, még reménytelenség lengte be a világosi határt. Lehanyatlott nyáron a honvédek zászlaja. Az 1848. október 6-ai eseményeket összefoglaló, saját maga által írt versét olvasta fel Komáromi János Tolnán a Nemzeti Gyásznap alkalmából tartott megemlékezésen. A Szent István Parkban ezt követően Koncz Ádám helytörténész mondott beszédet, kiemelve a helyi hősi emlékműben olvasható tolnai honvédek helytállását a szabadságharc idején. Buchmüllerrel kezdődik, és Weisszel végződik. Ki hát a magyar? Ezek az emberek, akik Tolnán, talán még magyarul sem tudva, de egy emberként felsorakoztak Kossuth zászlaja alá, ezek olyan emberek voltak, akiknek nem a nyelve, nem a származása, hanem a szíve és a lelke is magyar. A Nemzeti Gyásznap alkalmából rendezett megemlékezés után Appelszófer Ágnes Tolna polgármestere úgy fogalmazott, a magyarság szabadságának történetét vérrel és könnyekkel írták. Hol labancokkal, hol császári erőkkel, hol szovjetekkel, de valahogy mindig meg kell harcolni a magyar hazáért és a magyar szabadságért. Én remélem, hogy soha többet nem kerül arra sor, hogy vértanúk hozzanak ilyen áldozatot. De nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy tudjuk azt, hogy mit jelentett a magyar szabadság. Tolnán az október 6-ai megemlékezés koszorúzással ért véget. Bonyhádon a Perccel sírnál emlékeznek minden évben az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztről, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es eseményekben játszott szerepük miatt végeztek ki az osztrák hatóságok. A Kálvária dombon Keszthelyi Zsolt, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium történelem tanára mondott emlékbeszédet. Az a vállalás, az a magatartás, az a felelősség, ahogy ezért a nemzetért harcoltak, és a legvégén, ahogy kiálltak, azt hiszem valóban nagyon magasra tette a mércét a jövendő utókornak, és én történészként, illetve történelem tanárként is merem azt állítani, ha ez a vállalás így a szabadságharc után nincs, ami úgy gondolom, hogy a magyar identitástudatnak az egyik alapillére, a szabadságharcunk 48-as, akkor ez a nemzet ez már nem létezne. A műsor végén sokak mellett Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere is emlékszalagot helyezett el Perccel Mór az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábornoka síremlékénél.